A Donkanyarba harcolt és elesett magyar katonákra emlékeztek Kapuváron. A Kapuvári Bográcsos Egyesület rendezvényén Kapui Pál elnök köszöntötte a 79 évvel ezelőtt történt tragikus eseményekre emlékezőket. A közgyűlésen dr. Balázsfényi László taktársunk javasolta, hogy a II. Világháborúban elesett hősök emlékére is tartsunk koszorúzással egybekötött megemlékezést. Ezt a vezetőség elfogadta, amelyet Hámori György polgármester úrral is közöltünk, aki szintén támogatta a kezdeményezésünket. Így került a választás a II. Világháborúból a Doni katasztrófára. A szovjet offenzíva 1943. január 12 és 18 közötti időszakában a legnagyobb magyar tragédia a Don hadszíntéren történt. Ennek a 70. évfordulójára emlékeztünk először. Ezt a megmozdulásunkat 10 évvel ezelőtt Hende Csaba, az akkori honvédelmi miniszter úr is méltó kezdeményezésnek értékelte, valamint dr. Számweber Norbert ezredes úr is, a honvédelmi minisztérium főmunkatársa, aki 2014-ben személyesen is részt vett emlékműsorunkon. Későbbi találkozásunkkor mondta, hogy országszerte, ahol előadásokat tartott, mindenütt megemlítette a Kapuvári Bográcsos Egyesület kezdeményezését. Nagy öröm volt számunkra, hogy emlékműsorunk országos népszerűségre tett szert. A Magyarországon több mint 3000 önkormányzat 80%-a átvette ezt a kezdeményezést, méltó emléket állítva a Doni hősöknek és a II. Világháború áldozatainak. Visszatérve a mai programunkhoz, Szentmisét dr. Szaradics József, nyugalmazott tábori lelkész ezredes úr cereblálja a hősök emlékére, az orgonánál Bognár Dávid úr. Szentmise után a Kapuvárváros önkormányzat részéről dr. Hoffer Imre alpolgármester úr, majd Pavlovszky Béla történelemtanár igazgató úr fognak beszédet mondani. Emlékirat és vers hangzik el Najdek Lászlóné képviselőasszonytól, majd Vargáné Halász Viktória asszonytól. Külön üdvözlöm Báróber Glória méltóságos asszony. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és velünk együtt emlékezik a II. Világháborún elfunyt honfitársainkra. Köszönet az engedélyekért, köszönet a közreműködőknek, és mindenkinek, aki a rendezvényünk megvalósítását segítette. Isten áldását kérve, most a szentmise következik. A misét dr. Szaradics József tábori lelkész celebrálta. Röviden szeretnék én is, kedves testvéreim, néhány szót szólni a prédikáció gyanánt. Biztos sokan ismerjük, sokszor idézték Keresztúri Dezső sírversét, ami én szerintem a legragyogóbban ragadja meg annak a drámának az értelmét és tanúságát, akár keresztény értelemben is, amikor így beszél a nevükben. Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszór testünk, nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen, milliók milliókat. Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs. Tehát egy gyönyörűbben azt hiszem a drámát, és ennél világosabban megfogalmazni, hogy mekkora sötétség az, ami ott történt 79 évvel ezelőtt, és mégis valami fény gyújtani, ami annak az egész drámának történelmi értékét vagy értelmet ad, az pedig ez, nem más ez, mint jóra parancs. Valakinek el kell síratni őket, mondta éppen 40 évvel ezelőtt Nemeskürti István, tudjuk, akkor jelent meg a Requiem egy hadseregért című könyvvel. És akkor annak a egyik részében azt mondja, köszönet mindazoknak, akiknek most is eszükbe jut, hogy nem mehetünk el szótlanul a január 12-e mellett. Ez az alkalom is, és minden évben ez az alkalom. Köszönet azoknak, akik tudják, nem mehetünk el szótlanul január 12-e mellett. Kedves testvéreim,
Szent Ágoston 1500 évvel ezelőtt ért, nem akarok a témától eltávolodni, csak ennek a helyzetnek a értelmét szeretném megragadni még egyszer. Szóval az 1500 évvel ezelőtt megkülönböztette az emlékezés két módját Szent Ágoston, a legnagyobb tanítónk. Azt mondja, hogy lehet történelmi emlékezés módján emlékeznünk nekünk, amikor elég felidézni az egykor történteket, és az valahogy megragadni az időben. És másodszor mondja Szent Ágoston, emlékezni a misztérium módján. Ami azt jelenti, hogy ésszel felidézzük, és megpróbáljuk megérteni az eseményt, de azt mind jobban megérteni, és áhítattal és szentül a lelkünkbe akarjuk fogadni. A történelmi emlékezés, a történész emlékezése, az évfordulós emlékezés, a koszorúk elhelyezése, ezek teszik a történelmi emlékezést Ágoston értelemben. A misztérium alapján történő emlékezés az, ha idézzük az eseményt, és azt Krisztushoz kapcsoljuk. Mert az emberi vérből és szányből semmilyen más emlékezés nem tisztít meg minket, csak az, aki a megváltást adja. Miért tesszük ezt minden évben? Három ok miatt. Először azért, mert emberek vagyunk. És ehhez a szóhoz hozzátartozik az emberség, az együttérzés és az irgalom. A halottakat eltemetni mindig is az emberiség szent eszménye volt, amihez mindenképpen ragaszkodni kell. Benne van ez történelmi drámákban éppen úgy, mint a Szentírás Tóbiás könyve című könyvében. A holtakat eltemetni és értük imádkozni felszólítás benne van a kereszténység irgalmasság cselekedetei felsorolásában is, és egy ilyen irgalmas cselekedet mondjuk az is, hogy mi Szentmisén együtt vagyunk. Másodszor azért kell emlékeznünk, mert magyarok vagyunk. És ha a nemzet az nem csak mindig azoknak közössége, akik éppen élnek, hanem történelmi közösség, akkor ők nagyon a miénk, hozzánk tartoznak. Harmadszor pedig emlékeznünk kell, mert keresztény katolikusok vagyunk, akik imádkozunk és áhítattal és szentül a szívünkbe fogadjuk őket. Ez a kifejezés, hogy adj Uram örök nyugodalmat nekik, ami fülünkben persze a sír csendjét és a temető békéjét idézi, a temetői csendet. Fontos is és értékes is azoknak a munkája, akik még most is kutatják a helységeket és a katonai sírokat, hogy ott az eltemetett magyar katonát megtalálják, felfedezik, és ott jelet, keresztet állítsanak, ott pihenjen, nyugodjon. Szentírás értelemben azonban a nyugalom az, amikor a lélek hazatalált Istennél. Ezt akarjuk nekik. Mert Jézus így szólt, amint hallottuk. Ne legyen nyugtalan a szívetek, higgyetek Istenben és bennem is higgyetek. A belévetett hittel imádkozunk értük. 100 000, 150 000 fiatalról, magyar fiatalról beszélnek, ők állnak előttünk. Azon 79 évvel ezelőtti napon ott a harcokban meghaltak, vagy fogságba estek. Bárhol porlattak is, láthassák meg Isten arcát színről színre. Minket pedig életük késztessen arra, hogy ezt a drága vérükkel megszerzett hazát mi is szeressük, és érte erőink szerint sok jót tegyünk. Amen. Emlékkőnél írt a kapui Pál. Reszkető kezével egy szál rózsát tesz a sírra. Bárhogy is kérdezik, ő már csak így hívja. Könnyeivel küszködve, aztán sírva. Minden nap elballag a névtelen megkopott kőig, ráncos arcán egy álom repül végig. Hogy is volt? De már nem emlékszik. Elfogytak az álmok,
elfogytak az évek, remények, de ha egy szót hall a Donról, lázasan a homályos múltra gondol. Neki mindent jelent. Emlék egy halottról, emlék az otthonról, az első csókról, emlék lebegő fátyorról, meg nem élt nászról. Áll tétlen, talpik feketében, álmatlan, gyászos, szakadt fonalú reménységben. Beszéltek neki magyar férfiak jajáról, kik halomba hultak, gyilkos golyók záporától. Hol nem tudta egyik, miértől a másik. A csendes folyóvize véresen hullámzik, jó, hogy eljön az est, mert akkor nem látszik. Fáradt testét már nem rázza az emlék, annyit tud csupán, őt meg se kérdezték, adja-e társát a megzajdult világjátékához, örök reményét meg nem szült fiához. Ő csak egyszer jajdult, s szíve hasadt. Azóta nem tudja az idő, hogyan haladt, bizonytalan teste lebeg az ég alatt. Végül összeolvad a vesztett remény a csendes folyó gyászos emlékével. A megemlékezésen dr. Hoffer Imre alpolgármester idézte vissza a 79 évvel ezelőtt történt eseményeket. Áldás, békesség, jó napot kívánok! Kapuvár város önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntöm a mai kegyeleti megemlékezés minden résztvevőit. 79 évvel ezelőtt szenvedte el a magyar nemzet hadtörténetének egyik legnagyobb tragédiáját, a Doni offenzívát. Mint ismeretes, 1941. június 22-én Hitler megindította az úgynevezett Barbarossa hadműveletet a Szovjetunió ellen. Közvetlenül a német támadás megkezdése után ismét olyan levelet kaptam Hitlertől, amilyet az ember vonakodva bont fel. Azt kívánta, követelte, hogy üzenjünk hadat a Szovjetuniónak. Közöltem, Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy Oroszországnak méghozzá minden kihívás nélkül hadat üzenjen. Az ilyen lépés a két ország között fennálló méretkülönbségre és erőnk csekély voltára tekintettel valóban nevetségesnek látszott előttem, írta Horthy Miklós emlékirataiban. Néhány nap múlva aztán megérkezett a kihívás, a máig ismeretlen hátterű kassai bombázás, és ezt már követte a hadüzenet magyar résztől. Ekkor még kisebb haderővel léptünk be a háborúba. De a 41-es hadjárat német részről is jelentős veszteségei miatt 1942 elején Hitler kikényszerítette a második magyar hadsereg felállítását. A hadsereg 207 ezer fő összlétszám volt, a harci létszám 120 ezer fő. Kiszállításuk a frontra 1942. áprilisa és júniusa között történt. Csattognak a katonavonatok a Vág völgyében, s minél messzebb jutnak Magyarországtól, a kétségek annál vastagabbra hurkásodnak. Miért is kell a frontra menniük? A bolsevizmus vörös kísértetét még értik. A visszacsatolt területekért hozandó áldozatot is értik, de ha a hazát védeni kell, miért nem a Kárpátok gyűrűjénél? Vajon nem keveredik-e ebbe az áldozat a hozattal eszméjébe idegen érdek? Vetette papírra saját és bajtársai gondolatait egy honvéd. A magyar hadsereg 1942. novemberéig a Don-menti csatákban elveszített 26-27 ezer embert, személyi állományában és fegyverzetében megfogyatkozott, súlyos utánpótlási gondokkal küzdött, nehéz fegyverek nélkül várta a korszerűen felfegyverzett, bőutánpótlással
hatalmas létszámfölénnyel rendelkező vörös hadsereget. Így jött el 1943. január 12-e, majd az emberfeletti áldozatok ellenére néhány nap alatt az összeomlás. A mérleg, a második magyar hadsereg élelmezési létszáma 1943. január 1-én 194.334 fő, március 1-én 100.818 fő, a hiány 93.516 fő. Kórházvonatokon 28.000 sebesültet és beteget szállítottak haza, 28.000 fő fogságba esett, az úgynevezett véres veszteség, a halottak és megfagyottak száma 40.000 fő. Tehát megközelítőleg 70.000 honvéd soha nem tért haza szülőföldjére. De a hazatértekre sem várt dicső jövő. A Rákosi, majd Kádár rendszer minden elképzelhető módon igyekezett felettetni Magyarország fegyveres erőinek résztvételét a II. Világháborúban. A túlélékre mellőzés, feledés, vagy néha sokkal rosszabb, üldöztetés vált. Csak a 70-es években jelenhettek meg irodalmi alkotások, dokumentumfilmek, az utóbbiak erősen cenzurázva. A II. Világháborús magyar szereplés újraértékelésére csak 1990-ben kerülhetett sor. Antal József, néhai miniszterelnök úr gondolataival zárom megemlékezésemet. Nem a katona felelős a politikai döntésekért. Azok a katonák, akik a túlélésért harcoltak, akik ezrével haltak meg azért, hogy 100.000 társuk megmenekülhessen, tiszteletet érdemelnek. Az elesett, megfagyott, eltűnt, örökre megnyomorodott, vagy hosszú évekre fogságba került áldozatokra megrendüléssel emlékezhetünk. Emlékük legyen örökké áldott. Örökre megpihent Tar János bácsi, a Doni veterán. Kapui Pálnak, a Kapuvári Bográsos Egyesület elnökének emlékirata. Örökre megpihent az utolsó doni veterán 2016. március 13-án vasárnap. Augusztusban lett volna 96 éves. János bácsi 2012-től haláláig díszvendége volt a Kapuvári Bográcsos Egyesület által szervezett II. Világháború doni eseményeinek emlékére, tiszteletére szervezett valamennyi rendezvényeinken, megemlékezéseinken. 2012. novemberében a 70 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztünk a Magyarok a Donnál címet viselő rendezvényünkön, ahol János bácsi boldogan vehette át Hende Csaba miniszter úr által küldött a haza szolgálatáért kitüntető oklevelet. Miniszter úrhoz eljuttattuk János bácsi életrajzát, és 4 napon belül a minisztériumból meg is küldték részére ezt az érdemet. János bácsi lövegkezelő őrvezetőként szolgált a Don partján. Ötöd magával kezelte egy löveget a Don folyó és az Urív település közötti hadszíntéren. Hóban, fagyban, viharban, egymásra utalva, hiányos szakadt öltözékben, néha éhezve, de lelkiismeretesen szolgálta több ezer kilométerre szeretett hazáját. Sokszor feltettük egymásnak a megválaszolatlan kérdést, miért a Don partján kell megvédenünk szeretett hazánkat? Mesélte nekem János bácsi átéléssel, amikor több alkalommal is találkoztam vele délelőttönként, kedvenc borozunkban, és mesélt. Váltáskor egy rövid pihenő következett,
Egyik bajtársunk, a pesti szerelő, elővette a szájharmonikát. Mi a többiekkel csendben összéphúzódtunk a nyírkos bunkerban, és halkan dúdoltunk, a zenével kísért, távolból írom a levelem, drága jóanyám című dalt. És közben elelmorzsoltunk egy-egy könycseppet borostás arcunkon. A harmonikást a tiszaparti tanító követte, őt mindig csak így nevezte. Felállt, megigazította szakadt ruháját, és mély átéléssel, remegő, érces hangján szavalt el Petőfitől. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak. János bácsi akár enszor mesélt nekem ezekről, mindig csak az utolsó verszak elejét említette, elelcsukló hangon, megviselt kezével tartva állát, barázdás arcából kitűnő, kék csillogó szemeivel. Majd nagy csend következett, mesélt tovább a kapuvári veteránom, és a szívünkön hordozott, megkapott fényképeket nézegettük. Az otthoni szeretteinkre gondoltunk. Csak a távolból becsapódó repeszek sípoló moraja szakította meg a síri csendet. A fáradtságtól bár néhány órára álomba merültünk, majd minden kezdődött előről, újra, meg újra, hosszú hónapokon át. János bácsi nincs többé, nem mesél tovább. Bajtársai is régen elmentek már, csak az emlékük maradt. Emlékeinek mesélései csengnek fülemben, és a következő képet képzelem el. Az égi borozó teraszán találkozik az öt veterán. A szerelő harmonikázik, a többiek dúdolnak, énekelnek, és majd a tanító szavalni kezd, mint bajtársaik, könnyes szemmel, szívük melegével hallgatnak. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Nyugodjon békében János bácsi, nyugodjanak békében a bajtársai, és nyugodjon békében a sok hős doni veterán. Tisztelt megemlékező közönség! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket én is. Ezen a mai napon nemzeti történelmünknek nem egy örömteli, lelkesítő, hanem egy szomorú periódusára kell megemlékeznünk. Ugye így van mindennapi életünk is, történnek velünk jó dolgok, történnek velünk rossz dolgok, de ezek együttesen formálnak, alakítanak minket olyan emberré, akikké végül váltunk. Már az előző évben is említettem, amikor megoszthattam gondolataimat a doni áttörés kapcsán a kedves közönséggel, hogy nem is lehetne jobb a helyszínválasztás egy ilyen visszatekintő, visszaemlékező műsorhoz. Ugyanis én egy picikét visszább mennék az időben, én inkább azt mondanám, hogy menjünk vissza 80 évet. Így jutunk el 1942. esztendőhöz, amikor követelték tőlünk magyaroktól a második magyar hadseregnek a kiállítását. Bizony nem kis gondot okoztak ezzel a magyar katonai vezetésnek, akik arra törekedtek, hogy az ország egészét arányosan terhelje ennek a 207 ezer főnyi seregnek az összeállítása, a személyi állománya. Elkezdődtek az összeírások, és bizony az ország minden pontján, így Kapuváron is előkerültek azok a nevek, azok a személyek, akiknek be kell vonulniuk a hazavédelmére, és el kell hagyniuk szeretett településüket. Azt mondtam, hogy nagyon jó a helyszínválasztás. Azért, mert az 1942 tavaszán elbúcsúztatott kapuváriak búcsúztatása itt történt a szomszédban. A templomban, majd azt követően a templom melletti téren.
Képzeljék csak el azokat a kapuváriakat, azokat a környébeli ifjakat, akiktől családtagjaik könnyes búcsút vesznek, lekísérik őket a vasútállomásra. Mi átszódhatott le az ő fejükben, amikor a templom mellett, az első világháborús emlékmű mellett történt ez a rendezvény? Bizonyára a tekintetük, a szemük rátévedt az első világégés halottaira emlékeztető monumentális alkotásra, és bizonyára azért fohászkodtak Istenhez, hogy ők visszajöhessenek, visszatérhessenek majd ide, Kapuvárra, a Rába közbe, szeretteikhez. Magának a magyar királyi államvasútnak egy óriási logisztikai problémát kellett megoldania, 207 ezer embert a komplett felszereléssel ki kellett juttatnia a keleti frontra. Ez gyakorlatilag 822 darab 110 tengelyes vasúti szerelvény volt. Alpolgármester úr kiválóan szemléltette, és egy időutazásra röppített bennünket, hogy milyen problémákkal, nehézségekkel kellett a magyar katonáknak a Don folyó mentén megharcolniuk, megvívniuk. Sajnos a szerencse és az őrületes szovjet fölény, az iszonyatos hideg, a mínusz 30, mínusz 40 fok próbára tette a magyar katonáknak az edzességét, és bizony, ahogyan már a polgármester úr is mondta, óriási áldozatokat követelt ez a felesleges háború, amit nem mi akartunk vívni. Egy olyan országnak a területén voltunk, akivel szemben nem volt területi követelésünk. De sajnos belekeveredtünk, ugyanúgy, mint az első világháborúba, így a második világégésbe is. 1943 tavaszán a második magyar hadsereg túlélőinek lehetősége nyílik a hazautazásra, de milyen áron? A magyar népnek további katonákat kellett kiuttatni keleti irányba, hogy a német érdekeket megvédhessük. Azt lehet mondani, hogy maga a Rába köz és Kapuvár is kivette a részét. Pölöskei Sándor tanár úr kutatásai voltak azok, amelyek azonosították a felmenőinknek, az itt élt apáinknak a véráldozatát, akik soha nem tértek vissza a Don folyó vidékéről. Én azt szoktam mondani, hogy mindig, hogyha valami rossz történik, történik utána valami jó is. És én itt nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert azon kevés családok közé tartozom én, akiknek a felmenői között mindkét nagyapám megjárta a világháborút. Az apai nagyapám, Pavlocki András, ő a Don folyónál volt, és hála az Istennek visszatért onnan a falu belieivel. A kapuvári nagyapám, Varga József pedig a másik fronton, a nyugati fronton harcolt, és ő is a háborút követően visszatérhetett ide. De sajnos nagyon sokan vannak az országban, akik nem ilyen szerencsések, és nem mondhatják el ezt a dolgot, amiért én hálát adok az isteni gondviselésnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én úgy gondolom, hogy ezekre a negatív pillanatokra, a szomorú pillanatokra is kötelességünk megemlékezni, és azt kérem szépen Önöktől, hogy ha a gondolataik a doni események irányába kalandoznak, mondjanak el egy imát azokért a hősökért, azokért a katonákért, akik az életüket áldozták ebben a hatalmas nagy háborúban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! A doni hősök emlékére írt a Kapui Pál a Nyírfa erdő sűrűjében című verset. Nyírfa erdő sűrűjében omladozó lövészárok kanyarog a folyó felé, magyar honvéd álláshelye. Csikorgó hideg télben vastagon fagyott ágról tükröződik a fájdalom. Értelmetlen hadakozást felvillanó gránátfüstje beborítja a látóhatárt. Elszántan harcoló katonák, fagytól, széltől tépázott ruházatban a Don partján szolgálják, messze távolban, a hűen szeretett édes hazát. Nincs szünet, az ellenség éjjel-nappal tüzel. Az idegen földet bátor honfitársaink vére színezi. Bunkerében széltől óvva, fáradtságtól megtörve elszenderül. Aggódó álmodás a szerettekről, anyákról, arákról, gyermekekről, kik nem értik, miért ment el messze földre.
Hideg, idegen föld nyírkos szaga, felsüvítő golyók hangja az ébresztője. Meggyűrődött nedves levéllel a kezében, olvassa már szóról szóra ismert sorokat, míg közben a szeme könyvbe lábad. Drága párom, nagyon hiányzol. Jánoska megtanult olvasni, rajzolni. Gizuska már oly édesen mondja, hogy anya és apa. Édesanyád volt ma itt, rosszat álmodott a papa is. Vigyázz magadra, drágám! Vége lesz tán hamarosan, nagyon várunk. Szeretteid otthonába, gyere gyorsan! Elhomályosodnak levelén a sorok, s könnye csorog. Fáradtan, levelét szívéhez szorítva, ismét elszenderül. Hívó szóra, hangzavarban, megtelik a lövészárok. A legénység felsorakozik, már a hiányos felszereléssel a vállán várja a parancsot. Érces, ismert, tekintélyes hang hallatszik. Honfitársaim, bajtársaim, eljött a várva várt óra, kitörünk az állásunkból a vezérszóra. Elindul a sereg nyomban, ellenséges golyó, s gránát süvítve tizedel a honfiakból. Tétlenül dőlnek ki a sorból. Piros vértől áztatott a fagyos, kővé fagyott határ. Nincsen díszes koporsója, pokróc lett a takarója. Idegen földben alussza örök álmát, bátor hazánk fia. Szerte foszlott minden álom, gyászhírt kapnak otthon. Lánya felsír álmából, talán átérzi, mi nagy a fájdalom. Nyírfa erdő sűrűjében örökre megpihent a fagyos földben. Gajból készült fa keresztje, rajta neve, érdemrendje, bajtársai imádkoznak, majd könnyes arccal elvonulnak. A megemlékezésen megkoszorúzták a kapuvári világháborús emlékművet.